A heti járványügyi adatokból az látszik, hogy Cegléden a hét első felében még stagnálás volt tapasztalható. A hét második felére azonban megugrott a regisztrált új betegek száma. Csütörtökre már 50 új igazoltan covidos ember volt a városban. Az egész országban tombol az ötödik hullám, annak is a csúcsán vagyunk, mondják a virológusok. Az elmúlt 24 órában 16.345 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az országban, és elhunyt 105 többségében idős, krónikus beteg. A WHO szerint végjátékban van a járvány egész Európában, ami azt jelenteti, hogy heteken belül mélyrepülésbe kezd a napi új fertőzöttek száma. A betegséget valószínűleg mindenki elkapja, de nem mindegy, ki hogyan vészeli át, milyen tünetekkel és milyen szövődményekkel jár majd a betegség. Ebben pedig a legnagyobb segítség még mindig a védőoltás. Igazolható, hogy azoknál, akik a második, harmadik vagy esetleg már a negyedik vakcinát is megkapták, jóval enyhébb lefolyású a COVID. Magyarországon is, mint a világ szinte összes országában, az Omikron variánst mutatják ki a betegeknél. Az oltás a kezünkben van, éljünk vele! Erről beszélt ma reggel Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök megerősítette, februárban is minden hétvégén lesznek oltási akciónapok az országban, amikor előzetes regisztráció nélkül is fel lehet venni az első, második, harmadik vagy akár a negyedik oltást is.